Hát, kedves vendéglátóink, a jövedelmi célja alapvetően az volt, hogy részt vegyünk egy Bince-fesztiválon, és sajnos elmaradt. Nem tudom, hogy volt-e már a precedens, hát az időjárás és sok minden dolog hozzájárult ehhez. Aztán úgy gondoltuk, hogy mégiscsak itt kell, hogy legyünk, Bince ide, Bince oda. Együtt egy közös vezető önökkel. És természetesen rakon és előttünk adni ezt a műsort. Szeretnénk, hogyha egy kicsit jobban megismerkedünk egymással, rabújakkal, itteniek és a környékbeliekkel. Őszintén megmondom, hogy egy picit torokszorító érzés eljutni Magyarországról magyarként magyarokhoz. Úgy és oda, ahol tudom, hogy néha, még talán nálunk is sokkal inkább magyarnak érzik magukat, és akkor, amikor egy himnuszt hallanak, akkor, amikor a gyerekekre néznek, talán az oka ennek az elszakítottság, talán a távolság, és azt mondja, hogy a történelem dolgokát, amit nem vitathatunk, talán azt mondta azt, hogy sokkal inkább úgy érzem, hogy nem átutaztunk Ukrajnába, hanem hazajöttünk. Nagyon szépen köszönjük önöknek a vendéglátást, köszönjük a fogadtatást, köszönjük a sok tapsot, a mosolyt. Nem értünk üres kézzel, egy picit szeretnénk segíteni is. A Tisza és a természet sajnos kiszámíthatatlan, itt pedig különösen. Emberek sorsára felül dönt úgy, hogy közben nem kérdi őket, és nem kérdi azt sem, hogy van-e olyan, aki érdemes erre. Úgy hiszem, hogy senki sem szolgálta meg azt, hogy a természet elvegye tőle azt, amit egy életen át összekukorgatott. Most is próbáltunk néhány olyan dolgot elhozni magunkkal, amivel esetleg segíthetünk ittenieken, családokon, gyerekeken, egyedülőkön, vagy olyanokon, akik pillanatban vannak nehéz sorban. Tudjuk, hogy nem lehet megváltani és megváltoztatni az egész életet, de reméljük, hogy az egy-két adomány, ami el fog jutni önökhöz, Franzul Rizika óvónéni segítségével, tőlünk, reméljük, hogy legalább néhány kellemes órát fog majd szerezni. Annak külön örülök, hogy a pasolók között, a delegációban, barátok között itt ülnek nagyon sokan, akik felajánlottak, és akik elhozták ide az ő segítséget. Reméljük, hogy ezt szeretettel fogják megfogadni. Műsorunkat néptánccal fogjuk zárni természetesen, és természetesen a Lecsepete néptánccsoporttal, akik Felcsiki tánc című produkcióval köszönnek el önöktől. Kérem, fogadják őket nagyon nagy szeretettel.